Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Jó reggelt! Hello! Nagyon kipihent vagy, nagyon mosolyos vagy, mi van? Sokkal többet alszom mostanában. Tényleg? Aha, igen. Na, hogy csináltad? Mióta összevesztetek a férjed? nem a bajgat. Nem. Egy munkának vége lett, és ez azt igyeztem most többet tudok pihenni. Fusizgatunk. Aha, jó, nem baj. Megbeszéljük ezt majd 10 óra után? De Balázs odaszólt, és vége. De nem a Julinak, hanem a fusizó munkájának. Bizonyám, csak egy-két telefont kellett elengedni, és hirtelen vége lett ennek a fusi melónak, így van. Viszont látod, milyen kipihent lettem. Nagyon, azt nézem, hogy ránézek egy nőre, és látom, hogy mi történt vele tegnap este. Mert a nő arca reggel, ha bejön a munkájára, árulkodik. Azt is megérzed, ha szeretgették, azt is megérzed, ha kipihent, azt is megérzed, ha morcos, csak rá kell nézni. Egy női arc az árulkodó. És én látom rajtad, hogy most úgy kiegyensúlyozott vagy, rendben van minden. Én a női lélek nagy életője vagy. Ránézésre megmondom. Egyebek mellett. Ránézés az arcáról. Hát Zsül azt nem nézi. Tehát ott kezdődik, hogy Zsül egy férfi. Legalábbis hát a külső jegyek alapján. Uh-huh. Ugye? A pasikról nehezebb megmondani. Egy nőre ránézel, és én azt is tudod, hogy volt-e szex, vagy nem. Milyen állapotban van? Kapott egy kedves szót tegnap a férjétől, barátját? Tehát tényleg minden ott van egy női arcom. Megtanítsam nekem majd ezeket a praktikákat? Hogy adjad már, nincs rá szüksége. Én ennél önzőbb vagyok, engem nem ér. Legyen meg a tofu, a csöcs, meg a várak. Csoki, napi cukrászda, mászás. Aztán, pedig megjegyzem, elég feszült hangulatban váltam el ma a férjemtől. Na, mielőtt még belevágok, mert hát azért ez egy hosszabb lélegzetvételű történet, voltam első twerking órán srác. Alig bírtam leülni másnap. Olyan izomlázat csinál, hogy őrület. Mert én eddig egyébként azt hittem, hogy majd a popsimban lesz, de túrót, comban, mert hogy állítólag ezt a mozdulatot nem fenékből indított, hanem rugózásból, tehát a combot dolgozik. Hát fiúk, és akkor maga a fenék, a terkelés, az igen, már megy magától. Igen, tehát idő után elkezdre, tehát ha megtalálod rezegni azt a mozdulatot, akkor reng vele együtt, ami egyébként ott volt egy csomó csaj, akinek egy idő után már rengett, nekem nem rengett semmi, én csak úgy mozogtam, mint egy segbe lőtt hát tojós galamb. De... Mondjuk azért tolni kell neked mellé még a szénhidrátot, és elég rendesen. Ja, akkor ez együtt jár ezzel a projekttel? Hát egy kicsit az nagyon. Ugye csak mondjuk el, hogy twerkelés, de biztos, hogy mindenki tudja, ez a fenékrázás, ami mára már egy önálló műfaj lett, baromi egyszerűnek néz ki, rázod a feneket, mi van ebben. Nézzetek ezt Nudaplipet meg, és akkor tudni pontosan tudjátok, hogy miről van. És rájössz, hogy rettenetesen kemény fizikai meló, iszonyatos feneket csinál, iszonyatos combokat csinál, és ez ma már egy külön edzés forma, hogy a nők eljárnak úgy, mint rémdesz, jogázni, spinningelni, twerkelni, amikor is megtanulod rázni a fenekedet. De csak egy dolog, hogy ezt megtanulod, izmos leszel tőle, kerek lesz a popsit, szóval brutális nagyon, nagyon combjaid jó lesznek. Tök jó. Én leizzadtam a végére. Pasik is vannak ilyenkor? Nem. Nincsenek? Nem. Csak spinningelni is hallott, hogy mennek férfiak. Hát ez már előfordul, hogy egy leselkedő elmegy. Nem, olyan 8-an voltunk körülbelül, plusz az oktatóhölgy, és hát ő ugye beállt elénk, mutatta, hogy minek kellene történnie, ehhez képest mindannyian ott próbáltuk megtalálni azt az izomcsoportot, amit mozgatni kéne, de sose sikerült. Van előgyakorlat a twerkre, vagy egyből a fenékrázás? Nem, van egy kis, persze, egy kis bemelegítés, nyújtás, lazítás. És elmondta a sérülés veszélyeket, hogy twerkelés közben mi történhet veled? Nem, ott még nem tartunk. Tehát térdvédőt például még nem kell hordanunk, mert ugye ott lesznek majd olyanok, amikor térdre vetjük magunkat, meg hasonlók, de mondta, hogy az még nagyon messze van. Hmm. Úgyhogy például kaptunk egy széket, amire így rá lehetett támaszkodni, mert hogy az segít. Fiatal csajok vannak inkább, vagy idősebben? Fiatalabb csajok, de egyébként tök érdekes, mert én azt gondoltam, hogy majd szóval, hogy vannak teltkarcsúak, vannak kifejezetten gömbölydedebb hölgyek, vannak ilyen pilinckák, mint én, úgyhogy... Várja, a kicsik elő valak az első sorban, vagy a hátsó sorban, mert akkor lehet, hogy elmegyek. Tehát, hogy a választó függ. Van egy főszme nagy tükör, úgyhogy teljesen mindegy, hogy hol vagy. Sorba beállni. Teljesen mindegy, hogy hol vagy, mert egy rohadt nagy tükörrel szemben táncolsz, úgyhogy látod magad innen is, onnan is, mindegy. Na. Feszültség. Hát srácok, én azt hiszem, hogy a párkapcsolatunk lassan 12 éve alatt én ennyire még soha nem vertem ki a biztosítót a Mirónál. Ugyanis hát van egy húzásom, ami nagyon-nagyon nem tetszett neki.
elmentem mesztelen jogázni. Ezt egy kicsit a múlt héten ugye lelőttem, véletlenül áthatlanul rákérdeztem, mint egy bár beárulva téged, de hál' Isten Miró nem hallotta az adást. De hallottad, pontosabban az az igazság, hogy ő erről tudott. Tehát, hogy nem ez nem egy meglepetés volt, és nem azzal hívtam föl, hogy figyelj Miró, mi történt velem, tehát tudta, hogy hova megyek. A körülményeket nem tudta, hogy ez hogy fog zajlani. Én megbeszéltem a hölgyel jogaoktatóval, hogy akkor megyek hozzá. De várj, miért mentél a kísérleti jelleggel, igen, vagy a Mirónak akartál utána otthon különböző ászanákat mutatni, vagy csak megnézni, hogy milyen a mesztelen joga? Nem akartam semmi ilyesmit. Egész egyszerűen érdekel, kíváncsi fajta vagyok, elmentem. Láttam a hirdetést, vagy pontosabban láttam a leírást róla. Tök jó dolgokat írtak, meg egy, hogy is mondjam, ez kicsit az embernek a komfortzónája. Nagyon menő, hogy ilyen bátor úgy, vagy. Azért ehhez nagy, komolyan mondom, levetkőzni idegen emberek előtt, és a napköszöntést csinálni, meg nem tudom, itt mesztelenül, vagy idegen emberekkel. Volt egyébként. És nekem a mesztelenség az, ezek szerint egészen másként értelmezzük most már ezt a Miróval ezt a kérdést. Tehát én soha életemben nem jártam például nudista strandon, és otthon se kószálok föl alá pucéron, sőt. De hogy nekem ez így, hogy is mondjam, nem okoz problémát. Tehát ez azt hiszem már korábban meséltem, hogy én medikus csoport előtt szültem. Nekem ezek így... Jó, de azért legyél tekintetlen a Vekerlén lakó emberekre, jó? Tehát, hogy az ne így menjél ki ki most, hogy felszabadultál. De tehát szóval, hogy nekem így levetkőzni nem okoz gondot. És ez hogy néz ki, hogy már az öltözőben mesztelenre vetkőztök, és együtt bementek? Tehát az elejétől mondom, hogy lebeszéltem az időpontot a hölgyel, elmentem, ő egy ilyen hosszú szőkehajú hölgy nyitott ajtót, ilyen nagyon kedves, vagy halkhangú eszel, mi az, kendőben volt ott. Kintott, már egy kendőben nyitott ajtót? Ez egy lakás volt? Igen, egy lakás volt. Egy lakás volt. Jézus. Mondta, hogy én vagyok az első. Mondom, ó, tök jó. És csak egy kendő volt rajta. Egy kendő volt rajta. Mondtam, hogy kérnék egy pohár vizet, ott elbeszélgetünk. Idősebb, fiatalabb? Egy fiatal, egy ilyen 30-as nő. Nő lehetett. Vizet is a tenyerében hozott, szájában. Tök érdekes, tudod, hogy miről beszélgetsz így egy mesztelen jóga előtt, hát így megkérdeztem, hogy hol tanult, mint nem ismerném. Hogy... Ne ragudj, hogy nincs itt barom hideg, nem? Ne kapcsoljuk a termosztát. A termosztát? Igen. Szóval beszélgetünk arról, hogy hol tanult, hogy mióta mesztelen jogázik, ilyen nagyon... A pázmány. Nagyon kedvesen válaszolt minden kérdésem, hát gondolom ezt egyébként minden első mesztelen jógás fölteszi, aztán mondta, hogy akkor ott van a szoba, oda be kellene menni, ő jelezte nekem előre, hogy hozzak magammal egy kendőt, vagy egy törölközőt, polifómot ő ad, úgyhogy a többivel ne legyen gondom. És az előszobából bevezetett, tehát át kellett menni azon a szobán, ahol majd lesz a jóga, tök kellemes sötét volt, csak néhány mécseséget, úgyhogy jó, mondom, hát ez szuper. Egyébként miközben odafelé haladtam, azon gondolkodtam, hogy milyen ciki lesz, hogyha több sorba állítanak, hogy hová álljak, előre vagy hátra. Hogy hátul álljak, és akkor mindent látok, hogy előre álljál, igen, és akkor téged látnak. Hogy lesz megoldva, de rögtön erre a kérdés választ kaptam, mert hogy egymás mellett voltak a polifómok, úgyhogy akkor mondom, akkor itt semmi kukkolás nem lesz. Tükör volt a szobában? Dehogy. Nem volt tükör. Nem, ez nem egy twerking óra, tehát itt nem kell, hogy lásd magad. Úgyhogy nem semmi probléma nem volt, mondom, nagyon kellemes sötét volt. Bementem a másik szobába, átöltöztem, kijöttem magamra tekert törölközővel, és akkor úgy csücsültem, és kérdeztem, hogy még hányan jönnek, vagy hányan jelezték vissza, és mondta a hölgy, hogy hát még ketten. És ott csücsülök a polifomon, hallom, hogy csöngetnek, kimegy egy kis csevely, szétnyílik a függöny, és egyszer csak besétált egy férfi, így átsétált a szobán. Azért érdekek, paliként is elmenni, mert ezt a lejogára van benne bátorság, van benne lendület. Legyünk őszinték, nem? Tehát, hogy azért ez kell egyfajta bátorság. Balázs, Juli! Nem, ehhez sajnos én nem vagyok elég bátor. Megtenném, de ehhez nem vagyok elég bátor. És ő már mesztelenül jött be, a pali? Nem, vagy hát ő is törölközőben jött be, tehát ezzel nem volt semmi gond, én meg szóval én nem kérdeztem rá arra, hogy ez koedukált lesz-e vagy sem, de úgy voltam vele útközben, hogy ha most ne adj Isten, ez egy koedukált csapat, akkor én majd a lány mellé állok, aki majd jön jogázni. Megint csöngettek, megint kimegy a hölgy, és megint bejön egy férfi. Hát egyre jó már. És így átment a másik szobába. És akkor mivel mondta, hogy hát mivel hárma leszünk, hogy bajban tudtam, leszel, hogy akkor itt most én nem nagyon fogok nő mellé állni. Ja, mondta is, hogy oké, meg vagyunk hárman. Meg hárman, mindenki. Aha. Úgyhogy mindannyian leültünk egymás mellé. Ti is kettő, mi is kettő jönnek a páros gyakorlatot. Igen. Kedden és csütörtök a párosabb, ezt is elfelejtettem. És akkor a hölgy leült velünk szemben.
ment mögöttünk. És a Palika mi volt rajta? Kis kendő? Vagy? Igen, tehát ők is bementek, levetkőztek, bevártuk egymást, kijöttek. Hát kis tűz, és van egy kis összenézés, kis mosolygás, zavarban vannak. Bemutatkozás, hát csak nem. Két Pali méregeti egymást, mondod, hogy én Juli vagyok, én Józsi vagyok. Tehát hogy senki nem mondja, hogy ültök némán, igen, vagy van egy ilyen kis... Nem volt. Összepacsizás. De végignéznek? Te végignézted őket? Vagy egy ilyen... Hát amikor én ott ültem, és ők kijöttek kis törölközőben, tehát akkor... magukra tekert kis törölközőben. Igen, de aha, nem néztünk egymás szemébe, és kacsintottunk. De nincs egy kényszeredett összemosolygás, egy ilyen zavarban lévő kis... Én voltam egy picit zavarban, de aha, valószínűleg egyébként... tehát, hogy én úgy lefelé néztem, vagy úgy a hölgyre koncentráltam, aki velem szembe állt a jóga oktatóra, tehát én nem hajolgattam előre hátra, hogy hát ha látok valamit. Nem is akartam. Nem is akkor persze, nyilván nem erről szól. Egyáltalán nem erről szól ez a történet. Fél homály? Abszolút fél homály. De hogy annyira fél homály, hogy tényleg, tehát néhány mécses világított csak, az egyik az pont a jóga oktató hölgy mögött volt. Egy nagy levegőn nem próbáltam még két gyertyát elfogni. Igen, nem próbálja Julikám, így kell a gyerek, ez semmi nem fújja. Nem fog látni semmit, Juli. És mivel elég hűvös volt, ezért betett a hölgy mögénk egy ilyen hősugárzót, egy ilyen ventilátoros hősugárzót, úgyhogy ennek volt egy hangja, egy ilyen alaphangja, akkor ott ültünk minnyáján, a hölgy tök halkan beszélt. Tök hangos volt. Szóval az a lényeg, hogy így ültünk ott mind a hárman, és akkor a velünk szembe ülő hölgy, mert a joga oktató akkor egyszer csak fogta, és így ledobta ezt a kendőt. És hát akkor felszólít benneteket, hogy nem akkor szólít semmi, fel, mert semmi. Hát most tudjuk, hogy mire jöttünk. Érzed, hogy le kell dobni, aha, a textilt. Akkor le kell dobni a textilt. Úgyhogy hát ledobtam én is, meg a fiúk is lecsavarták a török között, és leterítették maguk alá. És az volt a kellemetlen, hogy ez a nyomvaja propeller, ez egyfajtába forgott a fülem mellett, úgyhogy nem hallottam, hogy de nő az így beszélt, hogy akkor most közelebb kerülünk magunkhoz, elengedjük a gátlásainkat. Most két pasiba, és kénytelen voltam kinyitni a szememet, tehát, hogy lássam, hogy történik-e már valami hozgás. Igen, hogy mit csinál, persze. Igen, hát, mert ha ott ülök hülyén, akkor miközben ezek már ott tornáznak, akkor... Azért gyerekek, és az ő mesterem Pali melletted felmegy gyertyába. Szerintem nagyon nagy. Azért az nagyon nagy. Mi a gyakorlatok? Ez egy gerincjoga. Gerincjoga volt. De várj, nem hallottad, hogy mit mondod. Nem hallottam. Oda léptél, mellette lévő férfihez, és azt mondtad neki, hogy elnézést, már azt hittem, hogy már se szólítasz. Ezt vártam végre. Nem, hát tehát, hogy az egyrészt ugye nem kukucskáz. De milyen messze volt? Egy méterre? Tehát a poli hát, fogok... Hát, ha kinyújtottam a karomat, akkor hozzá... Idős, fiatal pasik? Azt még nem kérdeztem. Tehát ki? Volt egy szerintem velem egykorú lehetett, egy ilyen 35-ös, és még volt egy idősebb, szerintem az egy ilyen 40 év. Ő nem tudta, hogy mire jön. Ja, annyira nem idős. Vagy már mindegy alapon. Ő már mindenhova elmegy. Csak legyen valami, tudod. Igen. És akkor a hölgy ugye elkezdte, illetve az elején volt egy ilyen ráhangolódás, amiben nagyjából semmit nem hallottam, mert ment ez a rendszer a fülem mellett, és így aztán kénytelen voltam, hogy is kukucskálni, hogy lássam, hogy mi történik, milyen mozdulatokat, pózokat vesznek föl, de a mellettem lévő, tehát próbáltam végig behúnyt szemmel csinálni a dolgokat, persze voltak nem olyan gyakorlatok, amikor muszáj volt kinyitni a szemem, mert különben elvesztettem volna az egyensúlyomat, és ugye mivel ez légzéstempóra megy, tehát ezek a fordulások is, ezért nem tudtam összehangolódni a pasikkal, hogy akkor forduljak háttal. És befordultatok egymással szembe. Egyetlen egyszer nyitottam ki a szememet. És akkor! És egy brutális mag volt előtte. Nem. És kacsintott. Igazából, tehát esküszöm srácok, és ezt a Mirónak is utána bizonygattam, hogy én tényleg semmi olyat nem látom, ami miatt nekem zavarban kellett volna lennem, vagy nekik, vagy nem volt benne semmi erotika, nem volt benne semmi gyere cica, tehát nem volt semmi ilyesmi, nem volt. Ez egy jóga óra volt, és így ő másik kettő, azt szerintem, illetve nem szerintem, mert utána kiderült, hogy ők már nem először voltak ezen az órán, tehát ők már gyakorlottságtelen jógások voltak. Én voltam ott a teljesen friss hús. De hogy így nem volt senki se ettől a szituációtól zavarban. Úgyhogy csináltuk a gyakorlatokat. Egyetlen egyszer láttam a szemem sarkából valamit, amikor... Amikor az egyik fejen állt. Amikor... Az egy nagyon kemény látvány volt. Nem, amikor van ez a hegyhát meg a deszka. Hegyhát meg a deszka. Hát, meg a deszka.
amikor kitolod a popsidat is így égnek tolod, és utána visszaállsz, hát, ilyen fekvő támasz. Igen, az a napköszöntés, az, igen, az egy kitolod magad, visszatolod, fölállsz onnan, hátrahajolsz, visszalemész, igen. Egy van. A fenekeddel köszöntöd a napot. Igen, ilyen háromszög alakot, igen, kitolod a fenekedet, ugye a lábujjad, meg a tenyereden támaszkodsz, és az a lényeg, hogy a hátad, a hátizmok nyúljanak egy ilyen fordított U alakot, egy ilyen háromszögben ilyen van háromszög. A tested tulajdonképpen. Csak a középen igen. Tudod, mint a dolláron a szem. Volt egy tehát egy nyögögettek közben. Nem, a csendben? Igen. Uh-huh. Hát nem volt nyögés, meg nem volt semmilyen, meg nem volt. Tehát én azt hiszem, hogyha én ott, vagy ha ők bármit kukucskálni akartak volna, akkor a jóga oktató rájuk szólt volna. Tehát ez ebben biztos. Nem is a kukucskálás, csak én voltam jóga órán, ahol azért nyögsz egy kicsit, lazítasz, lenyomják a hátadat, adsz ki hangokat. Hát azért itt a jóga oktatónő nem nyúlt hozzánk. Nem nyúlt hozzá. Nem. Ő mutatta a gyakorlatokat. De vártad kicsit egyébként. Valaki, igen. Nem. Egyáltalán nem. Tehát itt nem is volt erről, tehát egy pillanatig nem volt erről szó, tehát nem állt föl, hogy körbejárjon, és akkor megmutassa, hogy ez így nem jó, tehát nem masszírozott, meg nem tolt. Nem, volt, nem voltak ilyen fura pillanatok. Nem voltak fura pillanatok. Csak amikor körbe hátra bukfenceltétek a telemet, és ezt hallottad folyamatosan. Kedves vendégünk, vegyen föl valamit. A kendőt kapjuk. Most az ördögszekeret fogjuk csinálni, fogják meg egyes bokáját, de a férfiak vegyenek föl valamit, mert nő is van a csapatban, igen. Én a hölgyből láttam, a jogi oktató hölgyből láttam a legtöbbet. De értelemszerűen, mert hogy... És mitől borult ki? Hát ebben nincs testiség, ebben nincs borult, semmi, hogy láttak téged mesztelenül? Hogy igen, engem láttak mesztelenül, és hogy ott két férfi volt rajtam kívül. És hogy is mondjam neki, azt hiszem, hogy erre meglózdul a fantáziája, de egyébként most a kocsiból kiszállva mondta, hogy kérdezd meg, hogy a srácok szerint ez így rendben volt. Tökéletesen, abszolút. De az ég egy ott a világon semmi baj nincs. Hát nem akadnátok ki, hogyha kiderülne. Mert egyébként most, hogy láttam, mert hogy ezt így felhívtam utána, hogy megnyugtassam, hogy senki nem rabolt el, nem erőszakoltak meg. De most mire így, hogy láttak téged mesztelenül? Hát ez nem az legkevésbé a testiségről szól szerintem. Az zavarta őt, hogy igen, hogy én ott mesztelenül álltam, férjes asszony, miközben a két mesztelen pasi állt mellettem, és én is láttam őket. Ez kicsit prűd a Miró, nem? Vélemény szerint ebben nem. Hát az övé a Juli. Tessék? Övé a Juli, bocsánat, hát feleségül vette az övé. Igen, de nem biztos, hogy jó szó, hogy az övé. Jó, de ez nem egy vagyon megosztás volt, érted? Nem bedobtak közös. Akkor is, ne nézegesse más. Igen, szerintem itt nincsen nagyobb különbség. Sokkal bizarabb, mit tudom én, amikor egy nudista strandon két család egyszerre indul meg az utolsó vízibicén. És egyre gyorsabban szalad. Tehát, hogy, vagy amikor Józsi beáll mögéd a lángosért a nudista strandon, érted? Egy kis fokhagymásot kérek még. Jó, én sorban. Higgyel, azért, mert ennyire közel áll, még nem lesz. Nem és leítem az aprót. Na hát akkor nem pláne. És lehajolsz érte. Tehát hogy azt szerintem azért ez bizarabb. Én nem tudom, én a Viki elmenne, én bírnám, hogy ennyire bátor, mert ehhez szerintem bátorság kell. Tehát sokkal jobban nézném azt, hogy fú, azért bevállalos, hogy így elmen, mint hogy most féltékeny legyek, mert hogy nem történik tényleg semmi. Tehát ez nem arról szól, hogy téged ott megbámulnak, a két pali motivációjára sokkal inkább kíváncsi lennék. Arra hogy ők miért megy egy pali mesztele jogára, megy, hogy nők elmennek, gátlástalanok egymás előtt, lemernek vetközni, az oké. De hogy egy pali miért megy el mesztele jogára, ez számomra totális rejtély. Én nagyon kíváncsi voltam egyébként az elején vagy a végén, van-e valami, hogy is mondjam, egy ilyen rossz értelembe összekacsintás, tehát hogy így Hogy maradsz-e, vagy valamit, tehát, hogy de veled. De nincs mindenki fölött. Bárkivel. Aha. Nem, egyébként úgy mentünk be, ja, és akkor véget ért az óra, tehát tegyük hozzá, hogy úgy mentünk be, hogy mindenki magára csavarta a törölközőt, és mivel a szobának négy sarka van, mi meg hárman voltunk, ezért mindenki beállt a maga kis sarkába, és akkor felöltözött. Ja, hogy a szobában volt az öltözés. Igen. Mert azért a két pali párbeszédét is meghallgattam volna az öltözőben, nem? Hogy tényleg miért megy egy pali? Ezt nem értem, mert ez valahogy a nőknek ez sokkal inkább testhez álló, nem? Mint hogy mesztelenül jogázzál. Hát ezt a paliként nem is nagyon tudom hova tenni. Nem, ugye azt mondják, hogy ennek a mesztelen jogának az a nagy előnye, hogy azzal, hogy leveted a ruháidat, megszabadulsz a feszültségektől, a gátlástól is. Egyébként nagyon jó kellemes élmény volt, tök jó volt, de egyébként fura, mert hogy én azt mondom, hogy én nem
nem éreztem magamat felszabadultabbnak, hogyha, tehát hogyha lett volna rajtam egy jogaruha, ugyanaz lett volna nagyjából szerintem az érzés. De hát nyilván ez ugyanolyan, mint aki elmegy naturista strandra, én egy kis fürdőruhában is tök jól érzem magam, ő meg tök pucéran érzi csak jól magát. Tehát, hogy ez... Hozzá kell szoktatnod magad, jár sűrűbben. Azt, el is törni a nyakamat, amiről... Korabban, hé, most nem öltél? Tényleg, hogyha én ezt tudtam volna, hogy erre, amiről ennyire rosszul reagál, nem megyek el. De ez valahol jót is jelent, szeret, féltékeny idő után. Nagyon sajnáltam, mert láttam rajta, hogy őt ezt így emészti meg, így nagyon bosszantja ez az egész. Hát vitt előtt is. Az persze. Jó, és akkor óra végén kérdezte a jóga oktató hölgy, hogy megkínálhatlak egy tejával. Én meg kértem egy pohár vizet, és akkor a két srác még maradt, ők még tejáztak, és az utolsó kép az, hogy így visszanéztem így az ajtóból, és így álltak így a konyha ajtóban a teáscsészékkel. A két pali? Igen, a két pali meg a jogaoktató lány. És beszélgettek tök normális és beszélgettek dolgokról, gondolom. Nyilván teljesen normális dolgokról, én meg becsuktam magam mögött az ajtót, és elmentem. Én nagyon szeretem, hogy ilyen bátor vagy, komolyan mondom, nem lenne bátorságom elmenni. Tehát De miért? Nem tudom, hát ott most napköszöntés közben ott állnék Rezsővel, és ott ketten ott nyomnánk magunkat, érted, gúlába, kicsit balra néznék gyertyállásba, tehát hogy valahogy az egész, nem tudom, nekem kicsit bizarr lenne, de valószínűleg nem bírnám ki, úgyhogy ne röhögjek, meg ne mondjak valamit. Saját nekem az elején, nyilván, igen, az elején tehát, volt hogy ez, hogy felszaladt egy mosoly az arcomra. Csak tehát... akarni kell, Balázs, várjál, segítek! Igen, most ráadásul a férfi lenne, és kicsit megnyomná hátamat, hogy könnyebben elérjem a talpamat a kezemmel, tehát szóval, hogy nekem azért nem vagyok prüde. Ugye, hogy megy! De és hogyha nő tartaná az órát, az neked gondot okozna, vagy akkor... Nem tudom. Nem biztos, hogy gondot okozna, valószínűleg nem érezném magam komfortosan. Tehát, hogy szerintem ismert emberként még kínosabb nyilván, nem? Tehát, hogy azért ott bemész, átöltözöl egy kis sarokba, ledobod a kis kezkenődet, és talán neki állsz ott köpő kobrába menni. Szóval fura lenne. Na és hogy békültek ki, vagy most mi lesz? Hát egy napig nem beszélt hozzám, és akkor... Jó, ez ajándék. Nem beszélgettünk, aztán utána megenyhült, és ma reggel megint berágott, mert kérdezte, mondta, hogy akkor erről... hogy ma reggel erről fogsz beszélni, és mondtam, hogy hát igen. Hogy nem volt rá egy hetet, hogy más témát találjál? Csak erről lehet beszélni? De szóval, szeretlek, hogy te ezt így bevállalod. De nagyon... Tehát, értem egyébként, tehát legalább, illetve nem értem, mert azt mondta, hogy képzeljem előtt ezt egy fordított helyzetben, hogyha ő jogáznak két nővel. Igazából én nem gondolom, hogy ott bármi hát miatt aggódnom. Ha megbízol benne, és tudod, hogy ez valóban nem a testiségről szól, akkor miért ne örülhetnél annak, ha a párod így találja meg a kiteljesedést? Hát a szerelem, erről beszéltünk múltkor, az nem az jelenti, hogy birtoklás, és szeretlek akkor, ha a ruhába jogázol, de nem szeretlek, ha mesztelő. Te kiteljesedsz neked, ez jó volt? Jól érezted magad? Hát pont ezért szerintem ezért haragszik, mert hogy ez nekem nem a kiteljesedésről szólt, nekem ez a kíváncsiságról szólt. Aha. És ő azt nem érti, hogy miért vagyok kíváncsi egy olyan helyzetre, ahol más férfiak mesztelenül lehetnek, vagy nők, vagy bárki. Tehát nyilván arra én sem voltam felkészülve, hogy az ivararány ilyen lesz, de hogy az egész szituáció zavarta. Azért érted, melletted izgalmas az élet. Te nem úgy mész hozzá, hogy nézd, Miro, itt vettem neked a Militari Turiban, egy Bundeswehr kezes lábas, szerintem jó lesz méretben. Tehát, hogy érted? Te hazamész és... Na hát ez az a tapasztalat, amire voltam. Egyáltalán nem volt kíváncsi. Balhéznátok a csajotok elmenne? Mit szólnátok? Nem. Balhéznám? Nem. Mondanám, hogy kiborulná? Hát, így, hogy férfi... Nem, szerintem nem. Még így a férfiakkal se. Hát most attól nem kell még lefeküdjenek, nem? Vagy mire gondolsz, hogy miért? Mert mutogatja magát? Az zavar benne. Hát amiről itt beszélünk nyilván, hogy zavarná a páratokat. Szerintem az, hogy felvállalja egy nő a testét, szerintem az egy szenzációs dolog. Csak ott legyél te is. Tehát, hogy ez nem, itt nem arról volt szó, mert ha felvállalom a testem, ez azt jelenti, hogy kiállok a többiek elé, és megmutatom magam, de hogy itt egyébként pont nem. Tehát, hogy itt mondom, egész egyszerűen még tehát le kellett volna hajoljak ahhoz, hogy bármit lássak belőlük. Néhány alkalom után gyakorlatilag semmi különbség nincsen egy ilyen jogaóra, meg egy hagyományos jogaóra között. Mert onnantól kezdve, hogy levetközöd a gátlásaidat, meg hogy egy eltűnik az első élmény, vagy az első néhány élménynek az izgalma, vagy bizarsága, onnantól kezdve ti már csak azzal foglalkoztok, hogy azok az ászlanák a lehető legjobban működjenek. Igen, valaki ezt írja, mivel csak Júlcsi jelentkezett, a férj és a szomszéd statisztát. Gyerekek, nagy a baj, gyertek át, nem jelentkezett senki. Gyorsan, vetkőzz le. Ő az uram, ő pedig az öcsém. Hárma leszünk. Jaj, hát igen. Jól van. Hát én szeretem, hogy ezeket így bevállalod. Köszönöm, hogy elmondtad, Gyuli, puszilunk. Köszönöm én is, na szevasztok. Magyar hangok.
Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.